No, emberek, üdv mindenkinek! Gyorsan le kell csapni a zenét, mert itt a Chrome is elkezdett értesítéseket küldeni, úgyhogy ilyen hirtelen tokra szakadtába állt meg a dolog, nem tudom, hogy miért baszakszik egyébként. Sajnos a YouTube kommentek miatt állandóan értesítéseket akar küldeni, szóval üdvözlök mindenkit itt ebben a délutáni Total War Attila játék live-ban, amíg meg kurva hangos a zenéje, nem tudom egyébként miért. Na így. Szóval Total War Attilával fogunk játszani. És Kobba fogunk játszani Gáborral, én leszek majd a szászokkal, a szaxonokkal, és Gábor lesz majd a frankokkal. Ha valakinek nem ismerős esetleg ez a Total War Attila, van fent vagy két sorozat a csatornán, a régebbiek ugyan, de hát a függetlenül jók. Most viszont kópozni fogunk. Multi még nem volt. Van egy kis hátránya a multinak, tulajdonképpen annyi, hogy a szövetséges játékos lépéseit is végig kell nézni, tehát hogyha Gábor épít, vagy valamit csinálgat, addig mi nem nagyon tudunk mit csinálni, ez általában mindig egy 2-3 perc, amíg ő megcsinálja, aztán én csinálom az én dolgomat. Viszont a csatákat tudjuk egyszerre is irányítani, játszani, úgyhogy... Ja. Úgyhogy ennyi lesz, majd olyankor beszélgetünk, amikor Gábor csinálja a lépéseket, és kíváncsi lesz egyébként, hogy mennyire fog titeket érdekelni. Egyrészt ez a multi, másrészt a játék. Hát tudom, hogy a játékot annyira nagyon sokan nem ismerik, az elég réteg játék ez a Totából széria szerintem, és... ezzel tisztában is vagyok. Ettől függetlenül van több stratégia is a csatornán, így gondoltam, hogy ezt is bevezetjük talán egy live formájában. Meglátjuk, mennyire szeretitek. Illetve egyébként nem próbáltam ki még, hogy Full HD-ban hogy fut ez a játék. Stream tekintetében valószínűleg nem fog aggolni. Szerintem, hogyha ezzel probléma lesz, akkor majd legközelebb erre figyelünk. Most viszont adok hangot a DC-re. Ilyenkor, amikor leadta a blog, sajnos a játék hangja is el fog tűnni, erre nincs megoldás. Na itt vagy Gábor, köszönjük a nézőket, aztán mehet. Ugye kiderül ki ja, igen, itt vagyok, csak agyon verik egymást az oroszok. Na, hagyja az oroszokat, gyere! Hosszolj! És akkor újrakezdjük. Folytatjuk a izétom? Ne, hát újrakezdjük. Ez csak egy próba volt. Nagy Károly kora. Ez igen. Ja, nem resume host, hanem... Nem, egy újat kezdünk, és szerintem ugyanúgy, ahogy... ahogy legutóbb hoztoltad, kb. Jó. Jó lesz easy-n, tehát nem kell egy... Nem kell. Tojik egyenlően easy-t. Live-ban viccesebb lenne, hogyha kiszopnám. Hát... enyhén... de úgyis az lesz. Na, nem. Az elég jól ment, amikor kipróbáltuk. Ja, igen. Ja, igen. Igen. Várjál. Én várom. Igen, a jelszó ugyanaz, ugye? Igen. Igen. És akkor, hol vagyok? Ott van, szászok. Azaz. Na most már. És akkor... hát akkor yes. Mehet. Mehet a buli. Üdv mindenkinek a chaten, sziasztok, látom, hogy szépen folytok befele. Jó, ez a 20-a, nem? Attila, így is van. Hát meg kell küldeni. Konkrétan egy Adolf Hitler ott van a cseten, és köszöntött is minket a szokásos felkiáltással. Nice. Tehát, hogy ő... Ein Volk, ein Reich. Ott jön SH. SH, tudod a két szó. Ó. Oh. Hát a klasszikus. Waiting for other players. Hát érkezem. Látom. Tőt. Egyébként ilyen félig magyar a játék, srácok, tehát a fordítás nem vagyok. Teljes. Nem vagyok ideges. Hangos a játék? Bár, megnézem az intrót, hát csak megnézem már. Nehogy már nem. The air was filled with smoke and blood. Rome was weak. The tribes grew in strength and number. Their roots went deep,
and they felt the Earth's blood pounding through the land. But their borders were threatened, for a great storm raged in the east. One by one, the tribes scattered as seeds in the wind. And behold, a red horse. And power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. The blood of their kin would be avenged. Meddig tart még? Mi van? Mindjá. Nagyon nyomják. Öncsata van. Olyan hangos. Orpi. Lejjebb volt, lent több össze. Ott is vannak, megjöttek. Great hunters. They tempered their blades in Roman blood and saw their once mighty walls reduced to dust. Hát agyonverték a csávot. They made ready for war. Azt hiszem, hogy ennyi volt. Ja. Ja, benn vagyok. Na, a hangot most azonnal lentebb veszem. Hát, mocskos hangos. Na, hát akkor csináld, amit szeretné. Úgyis te csinálom vagy. Is. Na szóval, srácok, én vagyok itt ezzel a faszival. Ez itt az én területem, itt van egy seregem. Ez a Gábor területe, itt mellettünk ez a Flevum, és itt vannak az ő seregei, és errefele megy. Tehát, hogy lássátok, itt van a mai UK. Így itt, tehát mi így a mai Németország északi részén vagyunk, itt Dánia alatt. Itt ugye Gábor meg a mai, hát ugye a Benelux államok területén. Igazából nincsenek nagyon ismerős település nevek szerintem. Úgyhogy, hát ja. Mondjuk itt lesz Londinium, az például biztos, hogy London, tehát azt így ismerős. Ismerős lehet nektek is. Most egy felben nem tudom, itt vannak ilyen fura nevek. Ugye itt mindenféle törzsek vannak. Tehát ugye Krisztus után 395-ben vagyunk, ezt itt láthatjátok. Fölül. Itt van, hogy mennyi lóvénk van, mennyi lóvé jön a következő körben, mennyi kenyér van, tehát mennyi kaja. Egyébként nekünk itt is van egy seregünk a vizem. És ennyi. És itt fogunk terjeszkedni, Gábor errefele. Ő szerintem behúzza itt a partvidéket, mai Franciaország területének csücskéig elmegy. Én meg így a mai Angliát berántom. Na, el kell fogadni. Megtámadod? Megküldjük? Nem mind a szóval. Lejátszod? Most nem lehet. Nincs annyi egység, vagy nem mozgás ja, font. Uh-huh. Ja, tényleg kutat kell ide rakni. Hát konkrétan... Igen. Az mindig kell. Kutacskától tiszta lesz. Na, erjé már innen egy játék. Na, chill itt a csetem. Most már jó lesz. Heil, heil! Ez nem hoi 4, majd ott kell. Hello. Diplomácia. Igen, igen. Tényleg azt nekem is meg kéne nézni, hogy majd kivel mit kéne csinálni. Lehet researcholni technológiákat, diplomáciát, tehát meg nem teremtési szerződéseket, kereskedelmet lehet kötni a környező törzsekkel, védszövetséget, vagy csak katonai átjárást. Tudod befolyásolni a frakciódat, ez a jelenlegi tudom, király vagy vezető. Kicsit, mintha loggos lenne ez a csuma. Hát, valószínűleg én miattam is, ugye a net. LOL meccs közben jó live-ot nézni. Jaj, ne, csak LOL-t ne. Örökre ki akarom törölni az életembe azt az emléket. Szia egyébként. Hát, na. Megkötöm veled a kereskedelmi mehet. Egyezményt. Már így is annyira. Van. Így is van. Na, mit kötsz még? Hey, megbízhatatlan vagyok, úgy látni. Most már lehet, hogy halk a játék. Ja, ki kell nevezni valami csicskát. Hát
Na csináljad, Pali, mert én csinálnám itt a dolgokat. Idegeskedjünk. Idegeskedjünk? A csávód úgy áll ott a baltával, hogy készen áll mindenre. Az a favágó baltával, hát mindenhol. Hát figyelj, muszáj neki. Mese nincs. Itt van a kis ladikom is a tengeren, hát nagyon jó. Ladik. Tulifurdum. És a város elnevezések. Gyerünk, hadd menni. Na, hagyd menjem. Látom, azért egy szép pélót rajzoltál. Ki nem hagyhattam. Na, mit researcholjunk? Kutatás, tobozási költséget lentebb viszi, jó? Nézzük a diplomáciát. Veletek mi van? My friend, be welcome. Kössünk kereskedelmi egyezményt. Jó, jöttök. Veletek mit tudunk kötni? I look forward to your wisdom, but I trust you will not object to a cup of wine first. Vagy előre veletek nem csinálunk semmit. Itt megépítjük, amit kell. Mit tudunk építeni? Azt mondja, hogy higiéniát ad plusz élelmet, az mindig jó. Itt kihúzzuk ezt a legelőket. A legelőket nem tudom, hogy lehet építeni, de építünk. És építünk. Kézműves. Kézművest is építünk, abból majd jobb egységeket tudunk kinyerni. Ti veletek pedig elindulunk erre. Következő körben megtámadjuk ezt a települést. Ezen kívül mit kell még csinálni? Ennek a településnek kell egy kormányzó. Kinevezzük Horszát kormányzónak. Elfogadjuk. És kiadunk egy rendeletet, amivel növeljük a vallási befolyást a germán pogányságnak. Konkrétan megy. Kört is váltottam. Milyen divízióban voltam? Plat... Nem tudom, kettő? Talán. Vagy egy? Hát ott plat teteje. De fú, vagy két éve nem játszottam a játék. Mi megy ott? Úristen! Hú, elmegy egy kicsit, mozgolódnak. De rómaiak, azok nagyon-nagyon mozognak. Jó. Na támad meg, aztán hagyd segíjek. Van lovasod? Nem, van hát, tízziatok, azt majd ideadod. Rá kell menni. Gábor terjeszkedik. Ezt a településbe is húzza, ugye ez a fővárosa. Próbálok magyarázni közben. Mehet. Mehet? Csak nekem nem dobja fel. Ja, mert még nem csináltam sem. Ja. Hát amúgy ez autóval gyorsabb lenne. Tudom. Na mindegy. Megnéz, megmutatjuk milyen többi autó. Hát egy kicsit túl erőbe vagyunk. A wooden menek, tehát hogy az erdei emberek, át kell nevezni a seregetem. Én átnevezem a sajátomat a... nem is tudom. Soros hát, Destroyer. Ez lesz az. A First Reich, ugye? Soros bérencek. Ez egy Gyuri bácsi hadtest. Gyuri bácsi hadtest. Mi? Lovakat kérsz, vagy mi? Hát adjál valamit, amivel tudok segíteni. Ja, hát várakozok. Én is. Tölt. Jó. Nice. Hú, nekem kicsit laggos amúgy. Így, hogy streamelem. Neked is? Hát ez megnyugtott akkor nekem. Jó, bebaszom őket ide az erdőbe, aztán majd lesz valami. Nem tudom, hogy hogy kéne. Itt oldalt rányúlok szerintem erre a toronyra amúgy, nem?
Az lesz. Lebaszom a lovasokat, úgy. Aztán oda bemegyek. Így fogom, aztán... Na, hol a toll? Oda. Aztán bemegyek oda. Az csá. Ez az. Rájuk kell nyúlni. Mese nincs. Ó. Oh. Van ott egy egysége, majd ha elcsalogattad, akkor... Rühelt a szóló kiút? Egyébként szar. We outnumber the enemy. Na, jó lesz most már helyből a chatem, elkezdek itt kitime-outolni, beszélgessetek értelmes témákról. Ja, hogy ott hátul is mész? Persze. Jó van. Nem muszáj, mert se nincs. Jó, kimozdította a seregét, ezt a tonyot behúzom, szerintem akkor. Ha már lő, ha mi, ha ne lőjé, ha mi. Na most meg megfordult, a kuvany, ez nem jó. Vissza, vissza, vissza. Lövöm, lövöm. Na, fuck him. Go. Nem tudja, hogy hova menjen amúgy. Úgy bekerítettük. Melyik a kedvenc a táborom? Hát nekem a Medi 2 a kedvencem. De amúgy ezt is nagyon szeretem. Az új kínai témát is várom egyébként. Three Kingdoms talán a neve. Ezt nem kellett volna. Hát az ott bedamuljuk. Meg fog baszódni szerintem. Tornyot megpróbálom bekepelni. Na, az rip. Na, a lovas is rip. Jó, megvan a torony. Mi? Milyen deszink? What? Ajaj. What? Jó volt. Szép. What? Nem áll. Napoleonnal játszottam? Volt. Igen. Shogun? Shogunnal nem szeretnék. Hát ez így nem jó. Hívjál csak vissza. És most mit jelent? Téged is kivágott az éből a csatába? Vagy mi történt? Aha, engem, mert kim vagyok a izébe. Hát a dick. Hát nem már. Még egyszer, akkor próbáljuk csak meg. De szerintem elmentette autószébe, amikor támadott, legalább annyi. Technikai probléma, srácok. Nem, nem, shit, resume host. Jézus. Ez lehet nem az, de... Mindjárt kiderül. Meglátjuk. Na nézzük. Szia Balázs! Hadoklik a PayPal! Így meg még egyszer, mert nem adta be. Negatív. Uh-huh. Na most. Igen. És akkor mehet.
Mi az, hogy felkészülni? Mire kell felkészülni? Ja, elindítom, nyugi. Hát... Ja. És most miért vagyok én? Ja, mert most én nyomok körváltást. Igen, most jössz te. Igen, tehát annyira maradtunk le, hogy... A csata. Nyom le autón, mert úgy ez is megbaszódik. Most már akkor azt ne nyomjuk meg még egyszer. Jajjaj. Guten Tag mindenkinek, így van. Our ancestors have spoken, and they have named you as true friends. Vétszövetség? Nem. Titeket meg fogunk ölni. Szeretem, amikor így randomban vétszövetségeket ajánlanak. Na te vagy, nyomjad. Remélem, hogy nem fog így kidobálni. Jó, neki ott menjen. Ugye csaták közben, az nagyon szomorú lenne, mert akkor így kakó az egész. Nem tudom, hogy vegyem egy picit lentebb a grafikát, azon gondolkodom. Nem is tudom, ultiban. Lehet, hogy akkor egy kicsit stabilabb lenne a live is. Beszéltem, a live az... Az elvileg jó. Mit kapott? Jól agyonverted. Ne szabadíts fel most. De úgyis. Most nem követem el azt a hibát. Természetesen kizsákmányoló megszállásban. Ja. Szépen fölül egy gyújtva. Elégedetten ott áll bent a csávó. Növekszik a terület. Buzgalom. Az adással nincs semmi probléma, na ennek örülök. VPN-re sem enged szponzor lenni, de nem értem, hogy miért egyébként, hogy miért csinálja ezt a YouTube-ob. Nagyon fasság, nem vágom, tehát teljesen logikátlan az egész. Na itt amúgy mi a helyzet? A közrendet mi nem szer... Megy lefelé a germán pogányság. Hát már pedig germán pogányok maradunk. De a rendeletet, amit kiadtunk, az majd növeli. Ezt mást úgy csinál. Oké. Okay. Akkor én megbenyúlom ezt. Jó. Hát csak lejátszom már. Ja, nehogy már ne. Most kiderül, mert most is kivág így, akkor amúgy kakó az egész, azt ő tudod. Mert akkor így nem lesz értelme. Hát nem. Akkor ezt majd át kell gondolni. Hát mindjárt kiderül. Lehet 1080-ban nem kéne. Nem tudom. A Hoi 4 egy szarabbul optimalizált játék, és az simán megy abba. De fasz tudja amúgy. Ugye a desing, tehát ugye a... Igen, azzal van a probléma, tehát hogyha... Ha egyedül tolnám, amúgy tudja, hogy semmi baja nem lenne, csak ugye az, hogy így hozzá kell igazítania. Adok neked valamit? Mit tudom én. Tessék azt a négyet irány is, se tedd, ahol szeretnéd. Úgyis mentek oda. Hát ti akár. Lángoló lövedékkel ezt be is lőhetitek.
Hát itt vannak nők is a seregben, hihetetlen. Hát, bélye főt, ennyi. Na megy. Tornyot belőjük tüzesre. Ja baszki, valami csicska sereget hoz ide. Ő. Aha. Ja, látom. Fuck. Ne! Baszki, odaadtam véletlen az íjászokat. Aha, látom. Baszki. Akkor segíts itt is. Amúgy a tornyot akartam kilőni. Hát ráküldöm a general, csak megölj ezt a 64-et. Hogy látom, nyomulsz befele? Muszáj, hát... Going deep! A lovasok megbasztak. Láncsásokban. Aha. Hogyan? Nem tudom, alám nyúlt rendesen. Pedig hullanak azok, hogy látom őket. Most elkapjuk őket. De ha íjjászok, ne azt a szar lőjétek, már nem azt. Hadd az éred megtámadtál. Shit, hát az enyémet biztos, hogy nem. Ugye alájuk nyúlunk. Jó, a lovas az menekül. Na, az se jó úgy. De behozzuk mögé. Még nálam smooth-ul megy. Jó minden. Most nálam is jó. Ja, Szaid, de nem lövöttsek be, amit a hangvezér, a hadvezéredet. Túrják. Micsoda? De hol vannak az ilyen Szaid, és a hadvezéred harcol az a pár egységgel. Rányúlunk. Ezek a csimózbek betúrva az a... Azt az egy izét kéne még... megbaszni. Jövő helyt vagyok. És akkor utána nyertünk. Jó. Az is megvan. Átmennek a piacon. Fú, de menne. Jó, győzelem. Most van egy kis deszing, vagy volt? Most volt egy kicsi, igen. Ez easy, 370-et vesztettünk. Abból is amúgy a lovasa vitte el a legnagyobb részét. Jó. És megszálljuk. Na most már ez is a miénk. Hú, az ott tuti rám fog nyúlni amúgy. Ezt látom előre, amelyik ott nagyon néz. Na, neked a tréteket kiosztjuk. Melyik itt ez a csöves bánat, igen. Vagy fenn éjszakon az angulus. Ez itt. Körbehizéltem. Hát az a szarra való, hát nézd meg. Már mit tud az? Ja? Ötegység. Mondjuk az a légiós, az baszó. Az ütős. Nem látok információkat, de... Az egyik egy légiós, az jó cucc. Légió kohors. Szerintem váltok kört amúgy, már így ennyi. Ja, úgy tudok kinevezni új kormányzót, már nincs még izé. Akkora hatalmam.
Ez nem beli kettőkop, így van. Remélem, én sem fog ez így, ez a live így kihalni. Most engedte, nem tudom, tehát kiderül. Majd megint azt kéne, hogy megvárja, még Londiniumból kiviszi a szarját, és akkor én besétálok. Ezt megint rámarad a szar, mi? Pontosan. Várom. Valahogy így gondoltam. Ezek a csicska longobárdok amúgy, amikor egyedül játszok, mindig instant megtámadnak. Tehát elindul a játék, meg egy kört és hadüzenet. Jó. Jó arcok. Faszkamot, mehet. Sziaret. Nyomj egy space-t. És akkor tudod, futnak. Tudom. Hú, itt aztán amúgy, hú. Ott vannak? Azért. Nem ez könnyű. Fent tartom az ostrom. Hát addig vépne is van. Hát. Jó kis barackos teás vép. Amit Pitti ajándékozott nekem. Amit így real. Mi van ott? Ja, ott van alapból 6 egység, meg gondolom van bent vagy még 5. Nice. Hát így vannak. Hajókkal? Vannak bajok. Nem mozogsz? Vagy hol vannak a hajóid? Hát itt... Ja, látom. Azzal majd kémled be azt a két szírszal. Nem, mindegy. Felfedezem a dolgokat. Ja tényleg, mert utána eltűnik a izé, ugye? A köd. Mhm. Az mondjuk jó. Ó, ez ingyenes Total War Arena? Hát én nem vágom amúgy, de ha az ingyenes, akkor az már nem hangzik olyan jó. Tudom, hogy van egyébként valami. Bár még sose próbáltam, meg sose néztem rá egy isten igazából, hogy az így mi lenne. Na. Mit művelsz még? Nézegetek. Kövikörben is kiképzek egy pár egységet, aztán megint azokat az anglusokat ott megtoljuk. Vagy angles. És rakod van itt lefele. Róma fele. Hát nézd meg, Retsz, nem tudom milyen lehet. Nem tudom, az ingyenes verziók sem nekem sosem. Így van, ostrom eszköz nélkül ostromlom, így van. Nincs is attól jobb. No. Itt mit tudunk építeni? Tudom, hogy tudunk egy ilyen vallási szart. Megszentelt terület, így van. És akkor ezzel majd itt nő a boldogság. Azt mondja, a fenntartási költségeket csökkentjük 10%-kal. Ide pedig veszünk fel. Nem veszünk fel, why? Még egy körmére megépül. Hát akkor szerintem semmit nem fog csinálni. Nem tudom. Ja, hát azt kéne, hogy várni egy kört. Hát itt nem tudunk mit csinálni, itt építünk. Ja, ennyi. Kört váltunk. Jó, kört váltottam, mert semmi. Szia, Horker. Feature is it available in your region? Pff. Miért? Pedig tudom, hogy Erdélyből volt, aki
pontosan, hogy meg tudta csinálni szponzort. Korob szeporot is, azaz. Harabsz. Igen. Nice. Na, most van kenyér? Van kenyér, jó van. Áram nincs, most fogom átalakítani a kereskedő múlómat, az egy kolász múlóval. Verd agyon Augustát, szerintem az lesz az igazi. Hát az a baj, hogy... Nagyon? Ez necces. Hát... Nem baj. Csak sikerül, nem? Kikivel van? Én vagyok a szászokkal. Három kör még lesz mindenféle mostrom eszközöm. Hát akkor várjunk. Akkor pörgessük. Kolbászt. Pörgessük a köröket, jobbat nem tudunk. Várj, én most felfedezek tovább. Ja, hajóval. Igen. Jó, nyomja csak. Itt vannak a kaledónok, meg a piktek, meg ott mik vannak? Igen, azok. Megyek Izlandra. Ebdaniánok. Ebdaniánok. Nice. Segontium. Rómából izé lesz, Frank falu. Ide most mondom. Most mondom, mehet. De most nézem, itt van egy fal. We need to build a wall. Hol? Ott Eildon alatt, ott a... Az Hadrianus fala. Mhm. Azt az így itt... Ez igen. Az ott volt. Azt megépítették, hogy a... Mi a fenn a brit szigeteken lévők ellen ugye... Védelmet de jó. Sem. Nem is gondoltam, hogy ennyire ki vannak dolgozva. De, látod. Fasza. Na jó, itt nem építünk szart se. Azt kéne megnézni, hogy ezeknek alá tudok-e nyúlni, vagy sem. Hát amúgy igen. Kérdés, hogy nyúljak-e alá? Hol? Londonba? Aha. Hát nézd meg. Hát így várni kéne. Hát mit csinálsz különben? Hát rá kell nézni. Hát ja. De várjunk, hát ostromgépeket üzéljünk már. Igen. Azt mondja, hogy ilyet, egy ilyet. Ostromtorony. Különben három kör minimum. Nagyon ostrom fenntartása. Csak az a baj, itt meg lázadozni fognak, azért nem akartam annyira. Hát... Nem kell szarozni attól. Na jó, nálam is mindjárt kitör itten. Azt levered őket, azt nézd tovább. Jó van. Ide lebaszok öt lovast, ezekkel majd éjszakra megyek, azt ott is nyúkálunk majd. Helyes. Jó. Mit kéne még? A jüttökkel kéne valamit bratyizni. Házasság? Az a baj, hogy a nőt, akit adni akarnak, az iszákos. Hát érted? Ilyen nőt. Hát figyelj, könnyű vérű. Minusz egy ravasság. YOLO. Oké. Okay. Mondnék, hogy akkor támadják meg a... Ja, azt akarom. Azt vagy akarom. A angleseket. A katonai szövetséget nem akarnak. Akkor... Akkor nyolják meg. Véd... Na, véd szövetséget azt akarnak. Az ja. Hát amúgy. Katonait megpróbálom, hát nem, azt nem fogadták el. De már ez is valami. Garamantian. Néger egylet. Azaz. Hát kormányzó, igen. Építési költséget csökkentjük. Hát itt ez a Livitanei határőrség, az egyáltalán nem néz ki jól. Hogy kell átnevezni a... Mit, sereget? Aha. Bemész oda, hogy részletek, azt hiszem. Haderő adatai? Megvan. Átrakott, hogy mit tudom én mondjuk a... Fogalmam sincs. Kész van. Nálam még mindig... Ja, sorosd a disztrója, ez igen. Nice.
Mehet is. Aha. De kijöttek a jüttök. Jönnek is. Jó, Rec, tetszik. Aha. Svébek ott vannak. Rotomagusnál. Nem jó. Na, a svébek azok ilyen izék, nem? Tör, vagy ilyen vándorlók. Azaz, jop. Igen. Törvénytelen születés. Hát az... éhínség. Valaki mindig. Ó, nem áll. Valahogy rá kéne ezekre az anglesekre nyúlni, csak nem tudom, hogy hogy. Hát múltkor jó rájuk nyúltál. Hát ugye, meg kivitte a seregét, a hülye. Azért sikerült. Hát most meg nem viszi, mi? Most meg nem viszi. Nem baj, amúgy itt szerintem, hogyha behúzom ezt a Dél-Britanniát, akkor az már jó. Ott lesz egy fullos provincia, aztán azért az már baszó lesz. Onnan már tudom vinni a seregek. Az a baj, hogyha jöttök itt, elkezdik behúzni ezeket a Lindum, meg ezeket, akkor problémák lesznek. Na mindegy. Csapt ki, bubu. Kicsapom. Látom, jött erősítés. Ja, kicseréltem. Mert kicsit... ja. De azt is behozhattad volna, és akkor... mondjuk hármat ott, hogy... ja. Segítek az az öt emberrel, ami ott van. Akár mehet is. Nálam megállt. Ja, nem fogok most támadni, hát még három kör, míg rendes ostrom egységeim lesznek. Ja, jó. Mi ez a rendes, vagy mire gyűjtesz? Mire gyűjtesz? Hát, hogy megfelelő mennyiségű legyen, hogy mindenki be tudjon menni, legalább mindegyik egységnek legyen egy érte. Yeah. Mert most mennyi van? Van... mennyi? Van... két darab faltörőkos, meg öt darab létra. Uh-huh. Vagy mit tudom én mennyi, fogalmam sincs, hogy ez mennyit jelent. Jó. Vagy négy faltörőkos. Vagy... csináljad csak nyugodtan. Nem baj, az a lényeg, várok picit. Yeah, boy! Meg két kör, míg elkezdtem szenvedni. Oké. Thirsty for battle! Lehet, hogy neki megyek ennek a Londonnak. Menjél csak. Kinevezhetek kormányzót. Kit kéne? Lesz ő. Igen, srácok, az ilyen átmenetek azok nem a legizgalmasabbak, amikor ugye a másik félnek is lépnie kell, tehát ezt nekem végig kell várni, amíg Gábor lép, megcsinálja a diplomáciát, a kereskedelmet, a minden szírszart. Néha ez hosszabb folyamat. Nem a leggyorsabb. Nightbot harap? Hát a Nightbot harap, igen. Na, Pali, do it! Várjál. Jó, mindegy, mert. Egy nyugi? Te meg volt a nyugi szerintem eddig tartott. Milyen elcikid van? E-Leaf, akármi. I-Stick. DC 40 watt. De, mondom őszintén. Húzd itt az éhínség, jaj! Jaj! Na, Londonimra rá kell nyúlni.
Várjál. Komitantens is láncsás, meg kohorsz. Ugye tud lerakni. Bástya. Bástya hajítógépe. Aha, és megjelentek. Ó, a púscsába. Nem lesz ez így jó. Bezzeg, vissza kellett volna indulni. Na de jó. Van két izém. Faltörő. Az csá. Nem, lehet, nem biztos, hogy elég. Akkor... Még két létrát bebaszok. Vagy lenyomom autóba, amúgy úgyis beadja. Elgondolkodtató. Jó, fenntartom még egy kört, akkor várok. Itt meg... Nem tudom. Legyen boldogság. Legyen tánc. Még mindig nem tudok érdekes sereget ide lerakni. De. Nem. Ó, oh, hogy... Ah. Na jó. Akkor te vagy Gábor. Kéne egy harmadik sereg. Nagyon türelmetlenkednek ott a népek. Ugye azért lenne jó, hogy még egy sereg, mert akkor nem lenne annyira elégedetlenség a provinciával. Tehát alapból úgy van a játék, hogy van egy nagy város, meg két kisváros. Uha. Rekt. Nem rekt. Tehát van egy nagyváros, két kisváros, és ha mind a három megvan, akkor van stabilitás a provinciában. Bármelyiket ebből a háromból, tehát nekem ugye itt van... Legalább elment, meg tudom támadni. Igen. Tehát itt van ez, ez, és ez a főváros, úgymond ennek a provinciának. Nem támadták meg legalább a izé. Ha itt ebbe a provinciában bárki parádézik, akkor boldogtalanok a népek, és itt is látszik, hogy mínusz 77 az elégedettség, és minden körbe megy le mínusz 19-el. Mivel itt is ugye csata van... Meg itt nincs sereg. Tehát ha itt lenne egy sereg, akkor nem lennének annyi boldogtalanok. Hát nyomjad neki akkor valamelyiket. Valamelyiket meg kell baszni. Muszáj lesz. Te város támad természetesen. Csak nehogy összefosson magát. Vicces lenne. Akkor nem tudom mit csinálok. Aha, szóval amit ír. Ó, hát akkor... Ja, értem! Mit kell tőlem megkérdezni, srácok? Milyen likvid? Mi a kérdés? Nem. Wow. Ó, hát ott meg is tört a fal, hát ja, ott fel tudunk menni. Hát amúgy... Tényleg egy kicsit meg van ostromolva. De bimbo ízű? Hát olyan sajnos nincs. Jó. Szia Kevin! Adjál valamit. Lékem is. Ha megkapod majd a szövetséges egységet. Ja, az is jön? Hát ami az előbb megfutam adott. Ja. De megkapod a lovasokat is. Oké.
Azt nem tudom, hány oldalról kéne itt kimenni a témának. Én sem. Hát hol van beszakadva a fal? Itt egy. Hát egy másik kaput meg lehetne döngetni. Másik oldalon. If you know what I mean. Hát itt ezt a... Inkább mellette lévőt. Közvetlen? Jó. Hova raktad a lovasokat? Ja, az? Oké. Fakajú! Róm totálból az magyarosítás? Hát bejött Google-be, hogy Róm totálból magyarosítás. És ha ott van, akkor van. Ha nincs, akkor nincs. Általában így szoktam én is keresni. Nem bonyolult. Nem biztos, hogy van egyébként. Ha nem találsz semmit, akkor nincs. Hát akkor te benyomod a kaput, én meg majd berassolok a lovakkal a picsába. Működőképes koncepciónak tűnik. Ilyen flash-úri emberek, ilyen bajszuk van, gec. Ezek ilyen egyediek? Nagyon egyedi. Na, a gyerünk, hadd menjen. Na, hadd menjem. Indítsad. Reinforcing troops, and not a moment too soon. End of the day. Miért csak kettő egységet dobott be? Mert ennyi, ami az erősítés. Ja? Kahozom. Mert mit hitte? Hát egy kicsit többre számítottam. Na, csóróságú. The enemy has been spotted. Ja, hogy neki is van erősítése. Igen? Nem is kevés, vagy 800 ember. Wow. Ott van egy katapult. Tudom, ezt gyorsan meg kéne rakni. They are trying to take out our general. Defend him. Jaj, nem jó, nem jó. Itt is van egy nő. Nem is egy. Még nem tudom, ekkorában mennyire volt menő ezt így tolni, de biztos. Én hiszek nekik. Toljátok be azokat a szaros létreket, nem hiszem el. Tudom már. Nagyon gyorsak vagyunk, nem? Tehát a sebesség az őrületes. 5 per 7. Hát igen, az a... faltörő így nem sírt el a dolgot. Itt mi a helyzet? Oh. Kicsit egybefolytunk. Ott a résen. Jó, kiviszi a lovasait. Hát csak jó.
Na végre odaértek a falakhoz a szaros létrákkal, beszarok. Ennyi időbe tartott, vagy én mi van? Én nem hiszem. Úgy tűnik. Ja, azért mozgósította amúgy a seregét. Látja, hogy itt is jössz. Fúha! Ja, a helyőrség és sereg van benne. Hát igen, 1600 emberük van benne. Igen. Az a baj, hogy ilyen... felét leülik az embereinek, mire elérik a... Aha, az ott konkrétan menekül. De... what the f... nem á, Jézusom. Szétbasszák az íjászok. És a izé is. Destroyed, egyre jó. De kinyílt a kapu? Belassolj? Á, azok ott vannak az láncsások. Annak nem megy neki lóval. Többi meg még nem ért ide. Még itt ott azért alakul a dolog, úgy látom. Hát csak bemegyek megéjük lóval. Hát próbálom. Ott felét egy baltás, ami nem csinál semmit. Hm? Én oldalamon egy baltás felét, és semmit nem csinál. Félkördök, ha megkérdezed, szented lesz? Na, ez a gangben megkaptuk őket itt a kapunál. Igazából, ha be tudok itt menni középen, átmegyek a... megyek is. Átmegyek a katapulton. Akkor itt sima liba. Jaja. Be tudok menni mögéjük, ahol ti vagytok. Az csá. Jó, azokat megtőlnek fullosan. A másik kapu is? Az is. Önnek is ott. Meghát. Na, ez szép. Jó. Körbe megyek a lovasokkal, ezt megbaszom őket. Nagyon eljön. Húha! Mi az? Azt megregteltük! Hát kapták, mondhatom. Hát igen, kijelenthetjük. Van még a izé közel, ugye? Hát nagy bottal veszek ezt cseten. Jó. Hát azok így, tényleg kapják. Az igaz. Tényleg totál rekt. Jó, és akkor General van még csak, ugye? General jön le mögéd. Uh-huh. Hát akkor... azzal vigyázzál, mert azért ezt tud rakni. Ennek nem megyek neki, hátrébb jövök, aztán majd ha megtámadtad, akkor neki megyek. Hát ilyeszokkal megpróbálom legyakni, amennyit tudok belőlük. Természetesen. Jól teszed.
Their unit has rallied! Hát igazából miénk az egész város. Na, megyek mögé. Megnyáljuk egy kicsit. Rájuk megyek, mert nem érdekelnek az ügyászok. Minek szarozzak itt. Öveve remegnek, veszteségük van. Megy a charge. Bum, na. Piff. Ez a baj, város. Aha! Íj, Jézusom! Ennyi volt. Hát igen, ugye a sok kavari, hát az ő. Azt a kúr. Az alányul, az így. Na de miért nem nyerünk? Jöjjön. Mert nem nyom okay. rá. Az... Csak 800 embert veszítettünk. Viszont 1300-ot a városban genyó. Azért szép volt. Az kapta. Ennyi. Hú, de hogy pattan a fején. Agyonveri, hogy fú. Megszállás. Kizsákmányolom megszállás? Hát persze, ugye? Ingyen lóvé. Így kell. Na hát, dagadnak a területeid, mit nem mondjak. Muszáj. Hát, ha még rád támad az a 4-5 egysége, lesz olyan hülye, hogy megdöglik. For the tribe! Kár, hogy itt nincsenek ilyen zsoldos témák. Mert közben felveszel pár zsoldos egységet. De van. Van? Persze, rámész és ott van, hogy zsoldosok a... Ja, csak itt például a harc közben nem igen tudsz. Hogy tudsz? Ja, nem dán van a kör, várjunk azért, nem tudom. Vagy azért nem látom. Mennyi? 22.050. Hogy? Ez te kurva ér. Menj te, menj, Jézusom. Ezeket nem tudom, hogy kéne megtámadni, basszus. Pedig valahogy meg lehet. Hányan vagytok? 5. Jaj, ne, menj vissza. Jó, van, oké. Esnek rá. Tehát ezek a hispán kutyák meg rá fognak menni a kolónia Agrippinán. Az 100%. Jó, mindegy. Na, adjad. Jó, lejövök még itt a hajóimmal. Ja, látom. Jó, na végre. Nőtt a... Zébizé, tudok lerakni egy sereget. For the tribe! I want hourly patrols! We need good fighters! Ja tényleg, itt is lehet zsoldos, tényleg. Hát akkor... Akkor let's go. Hát én ezt leautó támadásra, mit fog én ezzel kínlódni. Yeah.
188 embert vesztettük, jó. Megszálljuk. Ready for orders. Ezt kész. Warriors all. Távolsági gyalogos egységeknek vagy. Építési kölcs. Jó lesz ez. Ez jó. Azt mondja, hogy védelmet adjunk nekik. Ravasság az mit ad? Védelem. Jó, akkor megyünk erre. Igen, és itt összetartás. És... bekedés. Sosem árt. És nem kutatunk semmit, kezdjük el ezeket kikutatni. Ilyen kecskefarm, meg ilyen szírszarok. Pali! Szia! De az egy bot. Tehát, hogy így... Wow! Na, körváltás. Nincs kormányzója, igen. Igen, igen. Most mit csinálsz? Mit csinálnék? Semmit, átadom a kört. Jó, jó van. Leutó támadás, aztán azt a szart. Hát akkora előny volt, hogy így semmi értelme nem volt. Persze. Na nézzük. Ha, hova megy? Mit csinál? Ezt nem tudom, mit akarod. Törvénytelen születés. Hát itt mindenki félre kurnálom. Hát az igen. Hú, de növekszik az a sereg ott. Én ezt lehet, hogy most már rányúlnék nálad. Oda megyek, oda megyek, az biztos. Fosik is. Azért verjél rá, ha tudsz. Hát, hogyha majd tudok. Nyilván, édes Istenem, jaj, de rühelem ezeket a szarok. Vape Nation. Nem horkál semmi olyasmi, semmi olyasmi. Tényleg nálam is itt lettek, most nézem. Itt ordibál össze-vissza, meg veri a pajzsot. Ki? Egyik lázadó. Ugye becsicskítom. Mik ezek? Milyen lázadók ezek? Szerintem brit. Lázadó. Ja. Azt szétverem, meg az utolsó tartományt behúzom, azt kész vagyok kb. Szia Tibor. Angulus. Aha! Édes Istenem, ez a Pali, te! Hallod, ott a felesége, érted? Igen. Konkrétan Pali, hány? 19 éves. Igen. Terden Kenger nagy és örökös, itt a felesége, és 19 éves. És... három... törvénytelen gyereke már van. Tehát... De mi a fasz? Amikor itt a felesége. De várjál, a feleségének az a izé, hogy James. Tehát konkrétan de... mindössze egy tekintély a fértől, és törvénytelen gyerek születésének valószínűsége plusz 20%. Wow. Édes Isten. Hát ez te. Csodálatos. Valim az gyönyörű. És köszönöm, elválasztom itt a feleségét. Amúgy meg tudod öletni. Az viccesebb. De nem jó. Ja, persze. Meg inkább a válás. Vagy nem tudom. Ennek kéne viszont egy feleség. Viccesebb? Hát persze, hogy viccesebb. Hát meg lehet csinálni bármit. Itt van a családfa. Most pont nem tudok csinálni semmit, mert nem nálam van a kör. De... ugye itt a faszi. Milyen nevet adjak a seregnek? Hát nem tudom. King Orbán vagy nem tudom. Mivel egy ilyen vatkoca izé. Vatkoca.
jel, nem tudom, akkor ez a... Kiányoznak a Twitch simhótok. Hát igen. Igen. Ez... Ez tény. Mindegy, ezen még gondolkodok. Jézusom, mi? Palatina, mi az te? Meg... Mi? Kontári, Jézusom, te... Hol, hol, mit kell nézni? Isten, mi ez? A... Mi a fene? A... Gallázadoknál, te igen? Olyan egység van, Jézusom. Ja, én nem látom. Közepes, sok kavária van, ugye, mint ami nálam a... A... Ami, amikkel tudod, te szoktál menni. Mm-hmm. Hát te, az úgy rád nyúl, Jézusom. Meg... Publius Turdus a neve, szóval nem is sorálkozom. Hát ilyen névvel hallod. Meg Tur. Turdus. Geci ezek a nevek. Hát Tur. Ugye meg Tur. Megvan! Hát, hogy nem. Haladjál, haladjál, itt pörgetem körbe térképet. Nem tudok mit megnézni. Na, átneveztem túrós egyletre a sereget. Ha, Istenem. Jó lesz. Nem tudom egyébként, Horker, tényleg, hogy miért nem emelnek át emotokat. Miért nem kezdik átemelni a Twitch rendszerét. Már ugye fel lehet iratkozni úgy, mint a Twitchben. Elvileg, nekem még mindig nem írja ki azt az opciót a csatornám alatt, de elvileg már lehet. Kéne ez a rotomagus. Kellene, kellene a só. Nem elég sós. Nem menekülsz, te kutya? Na, őd meg! Hát ezt csak nem játszom le. Játszom le! Nem tudom. Játsszuk le! Ám mi van két lovasa az, vagy van egy lovasa. Meg ott egy katapult. Hát... Csak megöli az autóval. Megöli azt szerintem. Meg hát. Jó. Kivégezzük a faszba mindet. Jó, és megtámadjuk ezt. Mondom, megtámadjuk. Na, ezt viszont lejátsszuk. Vagy... ezt is kurvára feleség. Négy egysége van bent. Játsszuk le, legyen egy kis csata. Gyere Gábor. Itt is van, igen, itt, hát nem, most már nem szponzorás a neve, nem azt hiszem az nem, hogy csatlakozás, de nem, nincs ott, tehát rámész a csatornámra, ott kéne, hogy legyen meg, amúgy a videókölt is ott kéne lenni, egy ilyen gombnak, a feliratkozás gomb mellett, amikor nézel egy videót, vagy alatta, valahol ott, körülötte ott van egy ilyen gomb, hogy csatlakozás, ilyen kék gomb, és akkor havi 700 forint, vagy 900 forint, azt hiszem 9, vagy 1000, na mindegy, valami 1000 alatti összeg, és akkor kapsz, kaphatsz emotokat, amit ugye én adok meg. Csak ugye senki nem használja, mert nem látszik. Minél többen választanák ezt a csatlakozást, vagy minél többen csinálnák meg, fizetnének elő úgymond, akkor annál több emotot lehetne, jogokat lehetne, külön chatet lehetne csinálni, a... tehát mindent lehetne amúgy, csak hogy senki nem látja meg, senki nem foglalkozik vele. Tehát itt annyira nem foglalkozok az emberek, mint Twitch-en. Én nem tudom, hogy miért. For some reason ez így van. Na gyerünk, hadd menjen! Na várjál! Mit adjak? Amit akar. Nesze! Miket kaptam? Uuuu! Loose formation. Mehet. The enemy should know when the odds are hopeless.
Amúgy meg csak a Twitch, hát köszönöm szépen, hogy miatt a videó látogatsz. Hát én amúgy inkább YouTube-on szoktam jelen lenni, legalábbis videók, hát videók miatt nyilván. Ugye az itt Twitch-en nincs, nem nagyon. Na megy szépen. Hát itt lövöm le a tornyot, aztán berassolok. Szerintem annyi lesz. Twitch-en én amúgy egy pár streamet szoktam, ez ilyen 2-3, amiket tényleg szeretek nézni. Nem tudom. Rastot például nem szoktam nézni live-okat, mert szerintem unalmas. Igazából Tarkovot szoktam nézni, Escape from Tarkovot. Amiatt viszont én tényleg Twitch-re járok. Mert az tök jó szerintem nézni. Hamar gyorsan halad, megvannak a körök. Lehet nézni. Plusz van egy pár streamer, aki nagyon jó fej, és nagyon szeretem őket. Úgyhogy, ja. Én Twitch-re nem járok sokat. Bali, te mit csinálsz? Lelövöm a tornyot. Ja. És most már going deep. Persze tudom, ott is vannak módok, de engem nem érnek el az ilyen, nem tudom hány órás felvétel, nem szoktam visszanézni. Szerintem az nagyon unalmas. Legtöbb esetben, nagyon ritka az, hogy izgalmas. Viszont befele, persze. Lovasok benyúlnak. Nézzük. Ez gyönyörű. Mi? Szép baszt a enemit. Vigyázz a lovasokkal, ahogy itt gyorsan megfelelnek. Mi látszik ez? Gangbangbe vágtam itt a dolgokat, de még mindig tartják magukat. Nem tudom egyébként, hogy miért. Már rég meg kellett volna adni magukat. Na meg is vettem, jó van. Jó van, még akkor az egy van, de akkor az is már is megvan. Jó. Oké. Be happy few, nem is hallottam még róla. Nem volt annyira 5/7. De jó van az. Jó van az. Kicsit lassan vittem be átra őket, gyorsabban kellett volna. Mindegy. Mindjárt lázadás lesz. Megint. Ja. Basznák meg. Jó, és szerintem is át is adom. Nem tudok mit csinálni, az az igazság. Esetleg ezt a római kis sereget itt szétverem, nem tudok oda menni. Akkor! Kört vártunk! Most jött ki egy hete, akkor még azért nem hallottam róla. Miről szól egyébként? Milyen játék az? Géták katonai szövetséget akarnak tőle. Géták? Azok melyikek? Fenn vannak éjszakon nála. Akár végül is. Jó, elfogadjuk, jó lesz. Na nézd meg, a jöttök szétverik a lázadóimat. Na ennyi. Látod, mi a jó arc? Ezt még be is szállhatok. Hát akkor autó. De rányult. Baszta, úgy van, úgy kell. Nagyon verte.
kivégezni mindet. Úgy is van. Ó, nem áll, ezt a Lindumot felszabadították. Ó, de gyökerek. Hát majd el kell foglalni, az cseh. Ja, csak szövetségben vagyok velük. Gondolom, hogyha felszabadították, akkor nekik is szövik. Ez így nem lesz jó. Ja, az igaz. De mindegy. Majd. Maximum megyek a másik irányba. Íhínség. Menj már innen. Rágalmazás. Ez ezt a három települést itt én is jól beúsztam. Ezek még jobban híznak. Hát ne hízzál már! Nem hiszem el. What? Horker, ez elég érdekesnek hangzik. De mi ez, ilyen FPS? Ilyen RPG? Vagy... mi? Üzriárd! Ha leváltad azt a csicskát, akkor utána szerintem beúszhatod a partvidéket. Ezt akarom. FPS. Ha. Vágom. Story based game. Na jó van, most akkor megnézem, hogy mi ez. Nem is hallottam a létezéséről. Ez fel fogja venni a harcot. Hát jé. Persze, mert felhízott. Süldő. Süldő disznó. Hadd menjen. Mehet. Az a baj, hogy a parancsnoki egysége is lovas. Azt kell amúgy kiszedni, aztán megdöglik. Meg a katapultot. Hát nehéz. Nehéz lesz. De mi kell neked lovas? Megoldom főnök. Hát lovas kell csak és kész. Aha. Lehet, nem tudom, nekem szerintem kimaradt ez a játék. Vagy lehet, hogy tudom, hogy mi az, csak név alapján nem tudom, hogy mi az. Fasz tudja. Meg fogom nézni, live után biztos megnézem, hogy miről is szól ez a dolog. Meggyorsítjuk? Meg hát. Tudod, ki teszem, akar itt nem hülyéskedni ezzel. Nem tudja, hogy hova támadjon. Hát mivel tökéletes a védelem. A kialakítása a srácoknak. De mi ez a kopár szík fos helyen? Nem tudom, de megbasz a katapulta, hogyha rád fordul, már pedig fordul. Rámegyek akkor. Beáldozunk egy lovast, még inkább az is meg jobban megéri. Hát most ez a katapult annyira, hogy nem rak. Így. Hát mondjuk azért rak. Azt mondom én. Te nem tudok rá, na jó, rányúlok valahogy. Nem tudsz, mert rád megy a lovassa. Rohanok előre, ahogy tudok. Nyomjad. Hát itt nagyon rakja. Na jó, én is megrakom. Ha meg rám fordul, gyorsan kiszállok. Ez nagyon nem lesz jó. Jézus, ó, de megraknak. Áááá, kurva élet. Jó, megraktam. A
general is under attack. Jó, nincs katapult. Jaj, gyorsan gyertek ki! Jó, katapult nincs. Az jelszait is legyalulom. Jaj, de ott vannak a láncsások! Hát ő elveszít itten az advantást. Rányolunk itt a főnire, elkapjuk hátulról. Viszek bele én is egy lovast. Nem jó. Fogd meg azt a spear-est. Jajaj. Megyek rá. Ezért halott. Na jó, nyertünk. Most már lecsézeljük őket a faszba, az biztos. Remegnek. Hát én is megremegnék. De gyűjtsd már be őket, amit lehet. Jó. Megkapjuk őket. Dishonored és a bajos. Ajaj. Hát nem tudom, nekem nem azok a játékok, nem voltak azok a játékok, amikkel így valahogy is játszottam volna. Nem tudom. Nekem egyik sem volt meg, de valamiért nem is akartam. Akkor lehet, hogy ez nem nekem való. Azt mondtam, jók vagyunk persze. Na nézzük. Az igen. Nem is vesztettünk sem. Az igen. Az nem szar főni. Jó, szóval csináltuk. Ó, de lekaptam. Úgy kell. De rányúltam. Kaptam. Ellenséged meghalt, így van. Na ez az. Germán hadicsapat. Jó lesz. Dick. Mik ezek? Kik ezek a szeparatisták? Jézusom. Nyugat-római lázadók, hát az ja. A veszniük kell. Hát mehet. Fú, ma este olyan, fú, olyan szólót kezdek el. Ez igen. Két verzió lesz. Lesz rust. Vagy nagyon indul, nagyon menni fog. Vagy a billentyűzet bánja. Ez a két lehetőség van. Oh, mi a fasz? Na. Na mi van? Rotomagus. Na mi van? Mi a fasz? Híres volt? Mind a szar. Lol. Mi a fasz? Nem áll. Som, de rossz. Ez nagyon gyász. Hát ez... Vajó. Getsz még azt az egyet, hogy behúzod, azt olyan teljhatalom lesz itt a partvidéken, hogy na csak. Hát amúgy ezt szerintem itt hagyták. Ne. Na. Itt hagyták, mi a fene ő. De komolyan mondom, Walker, engem egyáltalán nem érdekelt ez a játék. Só lerakatom van. Nem tudom, én vagyok, most én vagyok az egy ember, amikor 200 ember játszik a játék. Hát ez így, na. Na nem is rossz, csak ne támadjanak a nyugat-rómaiak engem meg délről, mert Augusta Trevorum. Nem hiszem, hogy lenne rájuk. Nem hiszem. Ráadásul szerintem egy darabig nem bántanak. Hát, úgy nem tudom, remélem. Úgy se tudsz mit csinálni, szóval. Ha megtámad, akkor megtámad. Na viszont nem tudom, nekem kajálni kéne menni, vagy hogyan van, vagy? Még ne kajáljál, meg toljuk egy kicsit. Jó van, oké.
Egy fél órácskát még. Jó van, oké. Jézusom, mennyibe kerülnek itt a dolgok, baszki. Drága az élet. Hát, ennyi. Kutat kéne fejlesztenem vájukká, de nem jutok el oda sosem. Szóval hol kell, nekem nagyon olyan volt, hogy így mindenki mondta, hogy jó, én meg egyáltalán nem, tehát egyáltalán nem érdekelt az a játék, nem tudom, hogy miért, egyáltalán nem érdekelt. Úgyhogy nekem az kimaradt, meg valószínűleg ki is fog az életemből maradni. Na ez jó lesz, oké, fejlesztjük a sereget. Ezeket itt nem akarom lebontani. Jó, majd ezzel valamit csinálunk. Azokat a nyomorékokat kéne már onnan kijutni, hát nem hiszem el, de mindig ott van a serege. Kiket? Az angles. Na, hát akkor menj már rájuk. Hát fullos sereg, véres fullos sereg, azt csak megnézzük. Próbáljuk. Megpróbálok egy katonai szövetséget kötni, igen. És nem tudunk olyat, hogy valakit megtámad? Nem. Vagy hat üzenetek. Micsoda? Ja, nem. Jó, az ennyi. Hát az a helyzet, hogy most tél van, tehát most nem tudom kivinni őket. Úgyhogy várunk egy kört, aztán... Hát mennyi sereget tudok ebbe? Még kettő embert fel tudok venni. Na, akkor még két lángyást ide bedobunk. Ja, aztán alányúlunk. Két embert fel tudunk venni, jó. Adózó tart, ja igen, ez adózik, nagyon jó. Fú, alig van germán pogányság itt Dél-Angliában, keci. Az a baj, nálam sincs sok. Sőt, se menj! Az nem jó. Nem. Na mindegy, váltok egy kört. Generálsz kettő kellene, nagyon az kellene. My ancestors have spoken well of you, and so we. Jó. Fizet pénzt, hogy meg nem támadást kössek. Hát megkötöm, azt megtámadom úgyis. Tetszik ez az 5 FPS, amikor váltjuk a köröket. Hát most na. Ez ilyen. Veszteség. Hun. Jó. Ja. Jó vannak. Hermingár. Növekszik a rangja. Ez az. Ki a bánat ez a Hermingár. Jó. Ja. Kiugrok mosdóba, még nyomod a költ, úgyhogy mindjárt itt vagyok. Amúgy így csak 5000 fok van. Hm? Így csak 5000 fok van körülbelül itt a szobában. Hol? Hát így... Ne, mit csinálsz? Hát így... Meleg van. Meleg. Itt amúgy én annyira nem mentem. Teljesen el vagyok egy ventilátorra. Ja, itt nincs bent ventilátor, most az a probléma. Oh, hát igen, az nem egészséges, ahogy veszünk. Szia Felipe. Hmm.
Ezek a svébek nem tetszenek nekem. Svébek? Hát, küld meg őket. Jaj, hát ezek tudod milyen fejlettek, meg nagyon iskolázott, meg minne. Esetleg rájuk nyúlnék, azt meghalok. Ja, most nézem, leautotámadásoztad? Meg is van. Ennyi, easy. Nagyon, tehát akkora, fú. Konkrétan akkora volt az én csikom, hogy ő neki nem volt. Közben, fűt a videókártya? 1200 ember volt nála. Videókártya, egyébként a processzorhűtő kéne nem jobb tudom, ide. Nem csináljak, mert... Az fűt főleg. Ezekkel vissza kéne menni, mert ezekkel tudok friss csapatokat hozni. Legalábbis olyan csapatokat, amik érnek is valami. És ugye mivel egy sereg ül az egyik tartományba. Hát ott összeszeded, aztán visszahozod és kész. Svébekkel mi a helyzet? Jó arcok vagy nem? Jóba vagyok a svébekkel. Bratyiz le velük. Megjelent támadási szerződésem van velük. Hogyan? Várjál, a svébek germány pogányok. Ó, aha, akkor már értem. Azért szeretnek. Alemannok, ezek gallok, a gallokkal kéne valamit itt bratyizni. Sarcfizető állomát tenni, azaz. Az sose rossz döntés. ki kellett még bratyizni? Piktekkel. Amúgy azt kéne, hogy a nagy sereged elhozd és segít ezt lebaszni azt a izét easybe. De hát ha elhozod, akkor meg nem lesz stabil ott a provincia. Jó, ja, ezeket a angleseket? Aha. Vagy angolus, vagy kik aha ezek? Milyen négy? Ja, angles. Hát figyelj, itt esetleg ki tudok termelni ezzel a kicsivel, és akkor az ja, mondjuk az jó lehet. És addig ezzel a nagyjal meg itt van adok, aztán túrom neki. Ez ugye a túrós egylet. A túrós egylet. Igen, egy légkondi kéne nekem is. Hát most sok dolog kéne, az a baj. Szeretnék gépet is fejleszteni. Hát ugye, mint itt a túrónum, ugye? Na hát akkor mehet a körváltás. Mehet. Jó. Hát. Mennyi egységet tudsz leképezni abba a csicskába? Mennyit akarom. Hát megengedi a fénysztárt. Mennyi? Vagy, ja, addig tudtál vele menni? Hát mert akkor most vagy várok két kört, amíg megcsinálod és odahozod. Hát lehet az kéne, nem tudom. De baj, nekem sincs lóém, tehát itt kéne valamit... Fám, nem is tudom, hogy mit kéne. Hát csak itt fent tudsz mozgolódni. Azt nézem, hogy briteket, ezek? Briteket meg kell raknunk. De ők mik? Hát persze, hogy a jüttöknek a izéjük, szövetségesük. Mondjuk ez bajos. De csak katonai végül is. Hát rá kell menni. Ki nem szórja. Vagy körbe megyek és beszedem ott mellette a tartalmat. Ja? Na, ott is baszkodnak a anglesek után ők jönnek ott éjszakon, azokat meg előbb-utóbb meg kell rakni, nem? Há, ez igaz. Hát leképzek vagy öt egységet. Azt mondja, ezekkel neki megyek. Amik ennyi nem, nem kell ennyi. Jó, van az nálam úgy mindjárt lázadók lesznek megint, de jó. Na akkor gyorsan pörgessünk le két kört. Csináld a egységeket, azt menjünk rájuk.
Ebb a dániások izét akarnak tőlem. Kereskedelmi egyezményt. Jó, mehet. Baszki, ami... Nekik... Ó, baszki, azt nekem is kötögetni kéne. Kell nekik só meg fa. Meg adtak 300 dodót. Ja, nekem is azt csinálta valami. Ja, mondjuk a másik az nekem meg nem támadásit köttetett 300, hát mondom, jó van, pari. Mindjárt megjelennek a lázadók. Kíváncsi leszek, hol? Roxo lányok, azok jönnek, mind a rossz lányok. Aha. Zsoldosok beáramlása. A tojat, pali, vigyed arrébb, azt zsoldosok önlik, özönni kell a földemet. Zsoldos Frank Gigi, zsoldos Baltás. Azt a rohadt! Te, hát ezek alá lehet nyúlni. Jézusom! Élelmiszer hiány megoldódott. Konkrétan 126 kaján van. Gyorsan le kéne pörgetni. Nyomjad, nyomjad. Hát várjál már, hát várjál már. Hát, hát nincs itt várás, gondolni. Hát te 10 másodpercet lenyomta, nyomjad. Nem. Számolj vissza. Mondom, itt komoly izék vannak. Ajánlatok. Jelen állásban de nem toborozhatsz. De akkor... Jaj, nem á, adjuk... Á, fejére. Nem engedi? Nem, mert gyors menetben vagyok, vagy miben. Ugye, azt hiszem, és akkor ezt meg kellett volna változtatni. Mindegy, akkor simán rányúrok így, ahogy van. Te Istenem, azt is elfoglalták a csicska üttök. Hát beszarok. Hát ezeknek neki fogok menni. Még ja, egy azt... tartományt Angliába. Itt is van majd törvénytelen gyerek, nagyszerű. Mindenhol, ömlenek. Hát de tényleg. Ennek kéne találnom egy feleséget. Na jó, hadd menjen. Na, hogy menjem. Hát ennek meg is jelentek a lázadók. Let's go! Ám ívok én be senkit. Valájuk nyúlsz. Jó. Akkor azt ott kinyírom egyedül. Nagyon helyes. Ezt még le is játszom, mert még nagyobb veszteséget tudok neki okozni. Adja a germán hadifosztogató, hogy mik ezek. Alájuk rakok. Hát Frost ugye ez Wars. Három izék. Hát igen, valahogy ez... Nem a White Wolf. A kis Geralt. Jó. Nem is az semmit, te, pisz! Hát mit, mit adjak, ez csak ilyen.
spicy meat. Yeah, boy. The enemy should know when the odds are hopeless. Jó, azokat ott legyepáljuk. Úgy de rájuk mész a lovasokkal, úgy de rámentél, Jézusom. Ezek meg csak alig győznek menni. Egbert, északi hadúr. Pontosan? Milyen szép a táj amúgy. Jó kis hegyes. Dimbes dombos. Lehetne szőlőt termeszteni, úgy érzem. Majd szólok Geráltnak. Azaz. Gerált a borász, ugye. Hát szerintem ez be fog válni. Látom, látom, megraktad őket. Csak hogy hullana. Hát de vesztettél, csak megöljük. Hát 70, 80 embert veszítettél, nem állam. Hát figyelj, muszáj. Gyepáljuk le. Nem tudom, mi tart eddig. Legyepálni, hogy 800 ember 45. Hát ez nem a Medi 2. Hát azért gyorsabban megy. Ja. Bár néha ott is szenvedtek. Határozottan. Ez micsoda? Nem tudom, 600 ember kering, erős. Erősebb playek egyike. Ez a next level bullshit. Körbe-körbe táncolunk. Ja. Nagyon megy. Hát aki, ha végre. Na, köszön, köszön. 95 hát azért embert vesztettél az... a végére. De mi? Hogyan? Á, nem, abból egy pár, ami csak így el lett fogva szerintem, én nem tudom. Ú, de tökör rúgta, jáj, szegény. Na hát, nem olyan fullos, hogy az a sereg, ami itt van, mert kettő hiányzik belőle, szóval ostromot fenntartod, simán kifinget. Annyi, megint nem csináltam diplomáciát, el van szarva. Csak az a baj, hogy a következő ősz, aztán tél, úgyhogy, és tél ugye az. Hát a tél, az közel. Ó, baszki, az nem lesz jó. A vége rodeó volt. A vége csak egy rodeó volt, nem is csata. Persze, mint a izék. A... lázadás Belgikában. Hát ez kit érdekel, lázadjon meg. Ja, ott vannak, igen. Vakapóra. Kivitte a főseregét ez a hülye, most nézem. Irodalmam lenyűgöző. Noble marriage. Karakter megházasodik. Szent Láma Tamás, jó elője. While walking in the wilderness, a young traveler came to have seen a vision. És az nekem miért jó? Plusz 2 közrend 3 körig. Na ez igen. Rossz ősz. Hát ez nem jó. Lehet, hogy ezt a csatát már nem nyomom le egyébként, mert lehet, hogy nekem is el kéne ugrani. Úgyhogy nem tudom, hogyha most megcsinálod a dolgokat, azt elmenti-e. Hát amúgy rámegyek, hogy menti, és ezt csinál. Igen? Persze. Azt még jól meg az jön. Autózunk. Persze. Én is tökör rúgtam, ezt csinál. Jó, rotomagusba be. Szóval ilyen kivitte a fősöregét, az angolus. Én nem tudom, mit csinál.
A feleségem, Iszákos, na, rohadjál meg, részegri van, ugye mi? Nyugi. A kutat kéne itten nekem telepíteni, vagy valahogy, de nem lehet, mert hogyan is. Na közben, kedves emberek, én azt mondom, hogy itt ezt lezárjuk, mert ezt a csatát még egyszer nem csináljuk meg, visszanézhető lesz az egész. Megnézzük, hogy mennyi megtekintés lesz utólag a live-on, és hogyha úgy látom, hogy nagyjából érdekeltiteket, akkor folytatjuk egyébként. És lesznek még ilyen multik is, lehet egyébként, hogy egyedül is fogok csinálni, mert egyedül egyébként gyorsabb, de a multiban meg azért, hogy legalább nem végig nekem kell dumálni. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok délután, és néztétek, további kellemes 20-át, és sziasztok!